Mai időjárásunkat egy harmadgyenge okklúziós, más néven kettős front alakítja, emiatt lesz ma felhős az idő, itt láthatják, felhőkkel érkeztem én is. Köszöntöm a kedves nézőket, az M1-en Fejős Ádám vagyok. A front maga feloszlik, mindez pedig egy anticiklon, egy hatalmas anticiklon peremén történik, így mire fölénk ér a kettős front, mert gyakorlatilag meg is szűnik, mint időjárási front. Viszont azt fontos látni, hogy az anticiklon egyes részein hogyan alakul az időjárás. Mivel az anticiklonban a levegő nagy területen az óramutató járásával megegyező irányban örvénylik, ezért a nyugati részeken már az áramlás inkább déli, illetve dél-keleti. Ezek a déli, dél-keleti szelek hozzák meg Nyugat-Európába a számottevő felmelegedést, 10 fok felett, sőt az ibériai félszigeten 15 fok felett alakul a hőmérséklet. Itt a keleti, észak-keleti területeken azért a hőmérséklet jóval alul múlja ezt, legfeljebb 5 fok várható itt a Kárpát-medencében is, de tőlünk északra, észak-keletre is. Térségünk időjárásában tehát a felhők játsszák a főszerepet, helyenként megmaradhat makacsan a hajnali köd. Ezt követően azért előfordulhat, hogy felszakadozik a felhőzet, de csak nagyon rövid időszakokra, és a legkisebb valószínűség mellett lehet akár 1-2 óra napsütés, inkább ennél rövidebb időszakokról beszéltünk. A csapadék valószínűsége a front gyengülésével együtt fokozatosan csökken. A hőmérséklet az időnként megélénkülő légmozgás mellett a Dunántúlon lesz legmagasabb, ott 6-8 fokra számíthatunk majd délután, ezzel együtt pedig a nyírkosabb, ködösebb területeken, elsősorban itt a határon túli vidékeken a csúcsértékek a januári átlagnak megfelelően alakulnak, tehát az évszakhoz képest egy pár fokkal hűvösebb lesz, 0 és 3 fok között lesznek csupán a csúcsértékek. Akkor lássuk a következő pár nap időjárását, hiszen lényeges, hogy hogyan alakul a hőmérséklet, gondolom nagyon sokan várják a fehér karácsonyt. Hőmérsékleti szempontból ez nincsen veszélyben, a nedvesség az, ami hiányozhat. Ugyan csütörtökön lesz belőle, hiszen megérkezik majd egy újabb, szintén gyenge ciklonrendszer, meleg, majd hideg frontja. Ebből persze az következik, hogy a melegedés csak átmeneti lesz. Pénteken is, csütörtökön is előfordulhat, hogy 7-8 fokig emelkedik a csúcsérték. Ami a csapadékot illeti, csütörtökön reggel előfordulhat átmeneti ónos eső vagy ónos szitálás, majd ezt követően inkább cseppfolyós halmazállapotban érkezik az újabb csapadék, azaz gyenge eső, illetve kisebb zápor alakul ki. Pénteken, szombaton aztán viharossá fokozódhat az észak-nyugati szél, ez jelentősen csökkenti majd a hőérzetet, ugyan szárazabb levegőt hoz, viszont a nappali felmelegedést erőteljesen mérsékli, vasárnap és hétfő már előfordulhat, hogy még a délutáni órákban is 0, illetve 1 fok körül alakul a hőmérséklet itt a Kárpát-medencén belül. A tea már több ezer éve jelen van a világ konyháiban. Az egyik történet szerint Buddha fedezte fel, mikor egy napon a kertben meditálva egy tealevél hullott csészéjébe. Egy másik történet arról számol be, hogy 5000 évvel ezelőtt a kínai császár ivóvizében levelek hullottak egy vad tea növényről. Kíváncsiságból megízlelte a keveréket, és azonnal megkedvelte. Egy biztos, az európai ember, még nem ismerve a japán és kínai teakultúrát, kíváncsisággal fogadta az új ízeket. A tea cserjék az 1500-2000 méter magasságot szeretik, valamint a trópusi, szubtrópusi éghajlatra jellemző magas páratartalmat. A cserje leveleit a leszedést követően az oxidáció és a hervadás elkerülése érdekében nagyon gyorsan fel kell dolgozni. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszontlátásra!